Magyarország rossz kezekben van. De ha körbenézünk itt, akkor azt látjuk, hogy Zugló is rossz kezekben van. Ahogy az országnak, úgy ennek a kerületnek is egy a jelenleginél jobb vezetése van szüksége. A Momentum mozgalomban mi már megmutattuk Zuglóban, hogy az igazság oldalára állunk. 2021-ben már kiálltunk Hatházi Ákos mellett, aki akkor Tóth Csabát győzte le fölényesen az előválasztáson, és végül lesz Zugló egyéni országgyűlési képviselője 2022-ben. Az előválasztási kampányban valóban elindult valami Zuglóban, sok-sok segítőnkkel együtt győzelemre vittük a Valódi Változás programját. A zuglói közélet megtisztulásának folyamata elindult, de a kerület intézményeit átszövő háló attól még létezik, hogy a hálót szövő pók már nincs hatalmon. Jövő júniusban lehetőségünk van arra, hogy befejezzük ezt a munkát. Most létrejött egy olyan megállapodás, amivel az önkormányzati választáson végleg megszabadulhatunk a múlt árnyaitól. Egy olyan polgármestert és olyan vezetést választhatunk a kerület élére, amelyet az itt élők megérdemelnek, amely végre nekiáll kitakarítani a városházát, és nem fél hozzányúlni a kényes kérdésekhez. Rózsa András egy ilyen jelölt. Tudom, hogy vannak, akik azt hiszik, bizonyos szereplőknek bérelt helyük van a magyar politikában, aki pedig ezt megmeri kérdőjelezni az át a rendszerváltás ügyének, csak hogy ez nem igaz. A Holnap Magyarországához a Holnap vezetőire is szükség lesz. Mellettem álló Rózsa András egy ilyen vezető, aki készen áll az előtte álló munkára, mint a Momentum mozgalom polgármesteri jelöltje Zuglóban a 2024-es önkormányzati választásokon. Több mint 30 éve élek Zuglóban. Itt jártam iskolába, itt élek a családommal, és itt tervezem a jövőmet is. Hálás és büszke vagyok, hogy zuglóinak mondhatom magam. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként mindig igyekeztem alázattal végezni a munkám, és segíteni mindazoknak, akiknek csak tudtam. Nehéz idők állnak mögöttünk, de az elkövetkezendő évek talán még nagyobb kihívásokat tartogatnak. Őszintén szólva azt kell mondjam, hogy aggódok. Aggódok, hogy a kerület lecsúszik, eláraszt minket a gaz, előzönlenek a szúnyogok, leromlanak az óvodák és bölcsödék, mert a kerület vezetőinek nem fontosak ezek a dolgok. Elfogynak az orvosok, a rendőrök és ápolók, mert Zugló versenyképessége jelentősen romlott a szomszédos kerületekéhez képest. Kizsákmányolnak minket a kormány közeli nagyvállalkozók, átlépnek felettünk, mert azt érzik, hogy az önkormányzat gyenge és tehetetlen. Én azt mondom, ebből elég volt, itt az ideje, hogy kezünkbe vegyük az irányítást. Itt az ideje, hogy mi zuglóiak kezünkbe vegyük sorsunkat. Az az együttműködés, amely Rózsa András polgármester jelöltségét támogatja, hisz abban, hogy új politikai kultúrára van szükség. Nem a választók feje fölötti alkudozásban kell eldőlnie annak, hogy ki legyen a polgármester. Egy kerület neked, egy kerület meg nekem alapon. Mi ennek mindenképpen elébe szeretnénk menni ezzel a mai bejelentéssel. 100%-ig biztos vagyok abban, hogy ez a fajta politikai kultúra váltás szükséges ahhoz is, hogy egy napon majd az egész országban megváltozzanak a dolgok. Ha pedig Rózsa András nyer, és meggyőződésem, hogy nyerni fog, akkor ez az új politikai kultúra győzelmét is jelenti majd. Nem zsákmány vagy elosztható vagyontárgy lesz végre a polgármesteri szék, hanem a zuglóiak maguk közül állíthatnak polgármestert és képviselőket a kerület élére, akik tényleg méltó és patrióta vezetői lesznek Zuglónak. Én még gyermekként egy olyan kerületben nőttem fel, amit Pest Rózsadombjának hívtak. Egy igazi mintakerület volt. Elismert oktatási és nevelési intézményekkel, jól karbantartott játszóterekkel és parkokkal, kiváló közbiztonsággal és egészségügyi ellátással. Ahhoz, hogy ismét egy fejlődő, tiszta és sikeres kerületben élhessünk, cselekvésre van szükség. Meg kell felelnünk a folyton változó gazdasági és politikai környezet támasztotta kihívásoknak, és győztesként kell kijönnünk minden helyzetből. Én arra vállalkozom, hogy tisztességgel, megértéssel, de megalkuvás nélkül vezetem majd az önkormányzatot, hogy Zugló ismét a főváros egyik legsikeresebb kerülete legyen. Tartsanak velünk, hozzuk létre közösen a fejlődő, tiszta és sikeres Zuglót. Egy civil szervezetnek nem könnyű döntés a pártokkal való együttműködésről dönteni. Mi most mégis megtesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a választási együttműködéssel tudjuk Zuglót jó irányba vinni. Az elmúlt 4 évben a Civil Zugló Egyesület képviselőjeként kíváncsian figyeltem, melyik frissen bekerült párt miként dolgozik az önkormányzatban, ki tesz Zuglóért, hogy kisüllyed bele a zuglói helyi mocsárba. A Momentum nem adta magát. A frissen bekerült frakciójukkal nem mindig értettünk egyet. Többször vitatkoztunk,
Így van ez rendjén egy normális demokráciában. De Jobbító szándékokat sose lehetett kétségbe vonni. A Civil Zugló Egyesület mindezek után alkalmasnak gondolja őt polgármesternek, ezért támogatjuk őt. Úgy gondoljuk, fogunk tudni közösen dolgozni, hogy Zugló induljon a fejlődés, a rend, a tisztesség útján, hogy újra olyan legyen, mint fénykorában. Most tehát Rózsa András van a sor, aki alpolgármesterként az elmúlt 4 évben megtapasztalhatta, hogy mi az, ami rosszul működik a zuglói városvezetésben. Mi, a Momentum mozgalom, ezért nem is tehetünk másként, mi támogatjuk azt az elszánt és tetrekész jelöltet, aki képes megoldást nyújtani a 14. kerület gondjaira. Ebben pedig támogatja őt Hatházi Ákos is, akinek a bizalma valódi ajánlólevél András polgármesteri ambícióihoz. Zugló megérdemli a valódi változást. Sok sikert! Köszönöm!